itt egy újabb videóban. Hát, mivel ígértem, hogy lesz monitor bemutató, és tapasztalatok, így lesz monitor és bemutató és tapasztalatok, de ezt most úgy képzeljük el, hogy itt van a teljes kép. Na szóval, első benyomás a monitorról. Ijesztően nagy volt, főleg miután feltettem az asztalra és a 24-es mellett, jobban mondom, a 24-es monitor eltörpült emellett. De nagyon fura is volt leülni elé, mert ha közelülsz hozzá, akkor így kb. Nyakmozgatást kell csinálni, hogy lásd az egyik végét, ellásd az egyik végétől a másik végéig. De egy olyan fél óra használat után azt mondom, hogy sokkal, de sokkal kényelmesebb és ideálisabb egy ekkora kijelzőn dolgozni, vagy bármit csinálni, mint 16-9-en vagy 16-10-en. Sokkal szélesebb, sokkal több minden elfér a kijelzőn, akár több böngésző egyszerre, vagy akármi. Az egy igazság, hogy a weboldalak szinte három kifér egy kijelző, tehát a maga képernyőre általában, mert olyan hatalmas felbontást tud a monitor, mármint olyan nagyok a szélességek. Hát igen. Be kell állítani rendesen a cuccot, mert gyári beállítások, hát elég gyengék, hogy úgy finoman fogalmazzak. A színek se a legjobbak, se úgy semmi. De hogyha bóklászunk a menübe, amit én most nem fogok, mert megáll a felvétel, és nem is az a lényeg, mert ezt úgyis mindenki úgy állítja be magának, ahogy jól esik. De hát hogyha bóklászunk a menübe, állítgatjuk fényerőt, stb. A színeket, milyen stílusba akarsz használni, mind akarod használni ezt a monitort, akkor abszolút olyan kristálytiszta képet kapsz, hogy az hihetetlen. Nekem a tévém is ugyancsak LG, ugyancsak IPS, de nincsenek ilyen. Tehát egyszerűen nem ennyire szépek a színek rajta. Ez sokkal élethűbb, mit tudom én, nagyon, nagyon jó képe van. Mondom én azt, akinek eddig egy TN paneles, ledes monitorja volt. Bár láttam már IPS nem egyszer. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút meg vagyok vele elégedve. Felbontás 2560x1080, ez hatalmas. És a legszebb az egészben, hogy ugyanúgy 60 Hz-en megy a dolog. Úgyhogy nem lett semmilyen visszalépés. DisplayPorton van rákötve a gépre, mivel a TV az HDMI, úgyhogy HDMI-n már nem tudtam volna videókártyára kötni a cuccot. Úgyhogy körülbelül erről így ennyit. A barátnőm első gondolat, amikor leült a gép elé, az volt, hogy vegyem le a fényerőt vagy valami, mert annyira erős volt. Gyárilag 100%-on volt. És ez elég problémás dolog volt, mivel mondom, hogy szinte kisütötte az ember szemét. Így le kellett vegyem 70%-ra. De még így is nagyon erős a fényerő. Úgyhogy bőven jó így, ahogy van. Nem is fogom feljebb állítani. Na, hát kényelmi faktor. Azt mondták sokan, hogy ilyen monitor nem kell, mert nagyon széles, nem látod be. Hát megnyugtatok mindenkit. Én körülbelül egy méterről nézem a monitort. Tehát úgy ülök itt előtte. És pont beláttam az egészet, anélkül, hogy kelljen mozgasson a fejem. Tehát látom az egész kijelzőt, minden egyes pontját, anélkül, hogy meg kellene mozdítsam a fejem. Mivel IPS technológia, nagyon jók a betekintési szöge, és akár honnan nézem, nincsen torzulás. Én nem tapasztaltam ezt a kifehéredés a sarkokból, vagy kisárgulás cuccot, amit volt, aki megjegyezte, hogy őt ez zavarja. Próbáltam fekete háttérképen is, játékokban is, nem volt semmi probléma eddig. Tehát én nem vettem észre, lehet, hogy benne van a baj, de én nem láttam a dolgot.
Úgyhogy erről a véleményem csupán ennyi. Ez a több dolog, több képernyőre felosztott kijelző cucc, ez marha jó dolog, csak az, hogy akkor torzítja a felbontást is, mert a felbontást nem alakítja át automatikusan. Így az egészet hát úgy összekúrja, de hála a Windowsnak, meg a Linux is egyébként tudja ezt, hogy felosztod a kijelzőt szoftveresen. Na, úgy már sokkal másabb a helyzet, amit én most jelenleg meg se tudok mutatni, mert nem telepítettem a kis driverét, csak hát a Windows nem igazán akarja most. Na, mindegy, a lényeg az, hogy kettő élet bontak osztani a kijelzőt, ami úgy még elfogadható. Négybe már kicsi, mert ott már szerintem szar se fér el, mert most belegondolunk, hogy négyszer ennyi körülbelül, hát most én ebben nem tudom, mit mondjak, mit lát az ember. Szerintem az kicsi. Viszont ha kettőbe bontjuk, osszuk, az még úgy kurva jó dolog, mert böngészni, mit tudom én, szerkeszteni, photoshopolni, esetleg real-time lézet a képeidet, az szerintem kurva jó. Hát körülbelül így ennyi az első benyomások. Olyan nagyon nincs mit elmondjak róla, meg lehet nézni T-Rexinek a videóját, neki van két videója is tapasztalatokból. Én csak azért csinálom végül is ezt a videót, mert mondtam, hogy csinálom is. És tényleg hatalmas meglepetés volt így ez az egész cucc. Maga a kijelzőt, mikor kivettem először a dobozból, hát nem kicsit ijedtem meg, mikor láttam, hogy hát eléggé szét kell tegyem a kezem ahhoz, hogy át tudjam érni az egészet. Viszont magasságra nem volt olyan nagy. Meglepődtem nem kicsit. De az a lényeg, hogy így elég gyorsan megszoktam. Én is, barátném is, pedig azt hittem, hogy őnek is se fog tetszeni, de szerencsére nem így lett. Hát körülbelül akkor ennyi így. Ami nem tetszett, az maga a játékok. Tehát azok rohadtul nem néznek ki jól. Legalábbis eddig a Dota 2-t próbáltam ki, annak az alsó HUD az marha nagy, kb. Így a kijelző 40%-át elfoglalja. És az abszolút nem tetszett. Viszont más játékot még egyelőre nem próbáltam, de próbáljunk ki akkor most. Nézzük meg, a Left 4 Dead 2 az T-Rexi, ha jól emlékszek, kipróbálta és támogatta ezt a felbontást. Próbáljuk ki mondjuk a Grid 2-t, lássuk, hogy ez mit fog művelni. Nincs telepítve a játék. Nem biztos, hogy játszottam vele mióta megvan, de mindjárt kiderül. Tehát az biztos, hogy nem minden játék támogatja ezt a felbontást egyelőre sajnos, úgyhogy hát ez elég egy fájó pont. Tehát azokból a játékból, ami nem támogatja ezt a felbontást, marad az 1080p videó YouTube-ra. Mivel, hogy én sem fogom kínozni magam, és titeket sem fogok kínozni, úgyhogy nem tűnik, nem látszik jól a kép, nem működik jól a cucc. Úgyhogy nem lesz úgy videó. Hello, visszatértem. Akkor, mikor én nyitottam a játékot, mivel, hogy ilyen az action olyan fázában volt, hogy tudjon egyszerre játékot is felvenni, meg ezt a szart is, meg a desktopot is, ezért nem engedett be a játékba, kidobott, és előtte a hangot is valamiért a mikrofontól, tehát kénytelen voltam belépni a játékba, és így kezdem el a videót. A meglepetés, Grid 2, felbontás, oké, minden így. Én minden maximumban fogok felállítani, amit lehet. Advanced, ezt nem hagyom, mert ez interes cucc. Jó. A videó mód tudja ezt a felbontást. Zsír. Na, lássuk, hogy milyen játék közben. De beteg.
Hú, de jól néz ki. Mik voltak itt a billentyű kombinációk? Kameraváltás, igen. Mondjuk a Grid 1-en játszottam. Ez megvan nekem Steamen, de még talán egyszer játszottam erre, csak még csináltam egy videót. Hű, de élvezetes. Na, ez már, igen, így már lehet játszani. Sokkal kényelmesebb és sokkal szebb, meg jobb, mit tudom én, mint 16-9-en játszani. Sokkal nagyobb élmény, mekkora betekintési, mennyi mindent látok, csomó minden van a kijelző. Ez már jó. Csak én nem tudok vezetni, de hát az Istenem. Az legyen a legkisebb problémánk, de ez a játék is jó, lehet ki fogom majd még próbálni. Mármint, hogy úgy csinál, játszok vele majd többet. A Grid 1-ből annól azt hiszem, hogy csináltam végigjátszást, legalábbis elkezdtem. Lehet, hogy ezt is elfogom, és ahogy lesz időm, majd foglalkozok vele. Ez az, megnyertünk. Na, hát ez megy. Teljes kijelző, rohadtul örülök neki, kipróbál még egy pár játékot. Cső. Hello, Euro Truck Simulator 2. És ez is tudja ezt a felbontást, és kurva jól néz ki, mert rohadtul sokat látok így egyből. Azért még ezt a hátsó ablakot is látom itt, amit 16-9-en nem látok. Beszarsz. És belefér az egész cucca kijelzőbe. Rohadtul jól néz ki. Ez eszméletlenül fasza. És tökéletes, egyszerűen nincs mit mondanom. Rohadtul jól néz ki. Ez így érdemes igazán játszani, bazd meg. Nem 16-9-en, meg 16-10-en, hiába mondják. Én most már tapasztaltam ezt is, azt is, és ez a tuti. Mindent látok. Még van egy Nokia-m is. Ez nagyon durva így. Ütködés, nem összeütködés. Na jó, hát ez is működik. Teljes kijelző. Hopp, itt van egy fal. Na, hehe. Fal jön. Jó, kis szórakozás is megvolt. Sziasztok! Beléptem az Outlast-be, hát ez is tudja ezt a felbontást. Meglátjuk játék közben, hogy mit fog produkálni. Tehát természetesen betöltőképernyő, meg minden így az elején, ezek 19-re vannak optimizálva, de úgy látszik, hogy maga a játék az, igen. És tudja, és nincs széthúzás a kijelző. Hű. Na, hát én ezt így, ha elkezdem játszani, biztos össze fogom szarni magam miatta. Kicsit belemegyünk, hogy lássuk majd a táját, meg mindent. De nagyon, nagyon jól néz ki egyébként, nagyon jól. Jó így, engem már áll a hideg, pedig még nem is játszottam szinte. Csak tudom, mi vár rám. De ez rohadtul jól néz ki amúgy. Na, szálljál kifele, köcsög. Vegyed a cuccait.
akkor rohadt zenék is így korán reggel, bazd meg. Legalább full HD-ba veszed a videót? Jól van már, öcsém, mozogja. Mindjárt esni fog. Hű. Ettől kirázott már a hideg. Aha, bazd meg, nagyon brutál. Ez igen. És hol kell itt már bemenni? Hú, tiszteli vovőr vagyok, bazd meg. Press or hold left. Régen játszottam. Hát nem is olyan nagyon. De fasza. Hát én ott fent sétál valaki. Eloltotta a villany. Bazd meg. Hót livabőr vagyok. De ez nagyon durva, bazd meg, hogy ennyi mindent lehet látni. Ez nagyon pöpec. Én el voltam csodálkozom, amikor T-Rex annyira, hát hogy mondjam, el volt ájulva tőle, de most már értem miért. Mert ez így az igazi. Na jó, nem játszok többet, mert így is áll a hideg. És ekkora felbontás, ekkora kijelző, bazd meg. Na jó, próbáljunk ki más játékot is. Mert beszartam konkrétan, bazd meg, ekkora kijelző, ilyen hangokkal, fülhallgató, fülemen, hát én le fogom fosni a bokámat, pedig tudom, hogy mi jön, meg mi lesz, de ez most nem az a videó, ahol ezt fogom csinálni. Na, sziasztok! Elkészültek a videók, most már megy a konvertálás egy része, mert összevágtam a cuccokat, stb. Hát azt kell mondjam, hogy a játékok közül, amiket most kipróbáltam, úgy tűnt, hogy mindegyik működött úgy, ahogy kellett. Sőt, az Outlast és a Slender az nálam rohadt nagy meglepetés volt, hogy már a játékra, hogy beindult azonnal minden, még a menü is, minden az ég adta világon támogatta ezt a felbontást. Én csodálom, hogy a többi nagy neves gyártók, basszus, hogy akiknek milliók játszanak a játékaikkal és rengeteg pénzbe kerülnek, hogy miért nem képesek arra, hogy ezt megoldják. Remélem, hogy a jövőben ez működni fog. Már olyan téren is, hogy már a menüben is, hogy oké legyen minden, nem csak bent a játékban. A híresebb multiplayer játékok is jó lenne, hogyha valahogy megoldanák, mert én értem, hogy betekintés, hogy nagy többet látok, mint az ellenfél vagy valami, de azért ez nem megoldás, hogy én veszek egy monitort és egyszerűen nem tudom kihasználni. Tegyenek árnyékot, vagy mit tudom én is, el van intézve. Na, de hát ez még a jövő meséje. Egyelőre terjedjen el jobban ez a felbontás, és akkor sokkal jobb lesz a dolog. Bocsánat, csak még korán van. Na,
Szóval nem is tudom, ha akarjátok, hogy legyen videó, még valami játékból kérésre nyugodtan írjátok le kommentbe, vagy Facebookon a kockazóna oldalára, vagy a site-on is lehet írni, vagy lesz ezt ebből a monitorból is, meg már le vagyok maradva egy pár játék teszel is, illetve Facebookon is aláírhattok vélemények, tapasztalatok, kérdések, hogy mi játékról legyen videó, vagy bármi, ami érdekel titeket, nyugodtan írjatok, és megpróbálok lehetőleg gyorsan válaszolni minden kérdésre. Na, hát ennyire lett volna ez a videó. Jól, nem bántam meg, hogy megvettem ezt a monitort. Hatalmas meglepetés is, és én nagyon örülök neki, nagyon meg vagyok elégedett, nagyon szép, nagyon jó. Tehát én ezek után is úgy tervezem, hogy ha majd én egyszer még monitort veszek, biztos jó lesz.